Na, szevasztok srácok, én Scanny vagyok, és köszöntelek benneteket a legújabb Pokémon GO videóban, és a mai videóban pedig a Pokémon GO Water Festival eventről lesz szó, és beszélni fogunk az új shiny Pokémonokról is, de szerintem kezdjük a frissítésekkel. Nemrég jött ki a legeslegújabb Pokémon GO frissítés, amiben a szokásos bug és szövegjavítások mellett az égboltnak is egy új grafikát adtak, szerintem ez elég jól néz ki. Emellett a Water Festival event kapcsán a shopban az avatárotoknak egy ingyen Magikarp sapkát tudtok adni, egy életű igazi Magikarpot ráhúzhattok az avatárotok fejére, és ezt viselhetitek a játékban, miközben Pokémon Go-ztok. Szerintem ez egy nagyon király dolog, de szerintem térjünk is rá a vízi fesztiválról, és hogy mit is jelent ez az egész, és mit tudtok csinálni. Na most miben is speciális ez? Ugye, ahogy a neve mutatja, ez a Water Festival, azaz a vízi fesztivál. Szerintem mindenki tudja, hogy a Pokémon GO-ba különböző fajtájú Pokémonokat lehet elkapni. Tűz, kő, levegő, repülő típusú és akár szellem Pokémonokat is. És a Water Festival event pedig abban fog nektek segíteni, hogy minél több vízi Pokémont el tudjatok kapni. Ez így van, srácok! Meg fog nőni az összes vízi Pokémonnak a spanolása, és sokkal-sokkal többet tudtok összegyűjteni. Ez azt jelenti, hogy nem csak víz közelében lesznek megtalálhatóak ezek a Pokémonok, hanem a vadonban is, szóval ha véletlenül egy sivatagban élsz, még ott is van lehetőség elkapni egy pár Gyarados vagy esetleg Lapras, szóval amíg nem gyűjtöttetek be egyet se ezekből a speciális Pokémonokból, ebben az esetben irány kifelé és szerezzétek meg mind. És akkor most jöjjön egy pár szó a shiny Pokémonokról. A shiny Pokémonok a legeslegújabb fajtájú Pokémonok, már nagyon régen volt Pokémon GO videó, lehetséges, hogy erről elfelejtettem beszélni. Az első fontos dolog, amit tudni kell róluk, különböző színűek, mint az átlagos Pokémonok. Vegyük például Magikarpot, akinek a shiny formája sárga és nem narancsárga, mint a megszokott. Mellettem láthattok képeket erről a Pokémonról, és Gyarados például, aki eredetileg kék színű vízi Pokémon, neki a shiny formája pedig piros lesz. Nekem még sajnos nem volt lehetőségem elkapni egyiket se ezekből, de ahogy találok egyet ezekből a speciális Pokémonokból, azonnal megosztom veletek ezt. Szerintem felmerült bennetek a kérdés, hogy mi történik, ha egy shiny Magikarpot evolvoltok? Nos, erre a válasz teljesen egyszerű, az egy shiny Gyarados lesz. Szóval össze tudtok gyűjteni annyi Magikarp candyt, és meg tudtok fogni egy speciális Magikarpot, akkor srácok lesz egy szuper király shiny Gyaradosotok, ami piros is. Egyébként egy kicsit új lett a skinje Gyaradosnak és Magikarpnak is, a Magikarp egy kicsikét sötétebb színű lett, és az új Gyaradosnak pedig egy kicsit sötétebb árnyalatú kék színe lett, de ne ijedjetek meg, ezek még ettől nem shiny Pokémonok. Shinyból még eddig csak Gyarados és Magikarpot találtak az edzők, de szerintem még nagyon sok ilyen Pokémon vár fel fedezésre a vadonban. Szóval srácok, igazából szerintem már mindent elmondtam, amit tudni érdemes erről az aktuális eventről. Sokan kérdeztétek, hogy honnan szereztem a pokélabdákat és Pikachut. A pokélabdákat saját kezűleg készítettem teniszlabdákból, eközben pedig a kis Pikachut az Amazonról rendeltem, onnan érkezett meg, szóval őt nem kaptam el, de így is hűséges társam az évek során, és a Pokémon GO videóimban is tökéletes háttérül szolgál a hűséges pokélabdáimmal együtt. Szóval srácok, ha tetszett ez a Pokémon GO videó, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok meg kommentben, hogy mi legyen a legközelebbi Pokémon GO videó témája, nagyon szívesen fogadok bármilyen építő jellegű kritikát vagy ötletet, szóval srácok, találkozunk a következő videóban.